Szevasztok, Charlie vagyok, és ahogy azt beígértem tegnap előtt, Splatoonozni fogunk, mégpedig Learny bolyék ellen. Neki szintén megtalálhatjátok az adását, mindjárt beteszem a csetbe, hogy őt hol találjátok meg, és akkor őt is. Zoli, ért el, küldjem. Várjál, már megtaláltam. És itt van velünk egyébként közben az én csapatomba tartozik Baxi és Zeki. Hello. Ali. Úgyhogy gyorsan beteszem ide nektek a chatbe Learny Boynak a szemszögét. Gábba az egy description-be ragd be. Akkor legalább utólag is vissza tudják nézni. Elbasztam a nevét, de jó. Learny Boy. Hasonló humorod van, mint nekem. Jaj, szóval... aki esetleg csatlakozna, az most nem találj meg a leírásban az ID-mat, de egyébként nagyon bonyolult, Charlie, csak egy plusz E-vel a végén. Úgyhogy ha esetleg csatlakozni akar, akkor nyugodtan jöjjön, de ez egyébként megteheti úgy is, hogy simán rácsatlakozik, mondjuk akár Baxira, vagy ugye ismerős a keresztül rá tud csatlakozni a privát szobára. Hogy éppen hol van, és van még két szabad slotunk, ismétlen két szabad slotunk, úgyhogy még két ember befér, addig is pedig... De ha jöttök, akkor mindenképp ketten jöjjetek. Igen, kettőnél többen ne gyertek, ma aztán szavarúság. Én szemszögömet Zoli, is kirakod? Zoli szemszögét, igen. Az hol van a Zoli szemszöge? Küldöm. Küldi. Elküldi. Chatbe küldöd, az... vagy hova küldöd? Itt az izé chatbe, mi a neve, Teamspeak. Ó, oh, ez nagyon jó, várj, ez hol van Charlie vagy Izolja? Baci... Roll V. Ez. Copy link. Zoli szemszöge. Remélhetőleg nem megy senkinek szög a szemébe. Jaj, de vicces volt! Na. Azt mondom, hogy bemelegítésként kezdjük egy Turf War-ral és egy random pályán. Én úgy vettem észre, hogy Turf War-ban vagyok a legjobb, vagy nem tudom. És akkor Charlie, mi leszünk a narancsárgák, mondjuk. Helyes. A szolták. Valakinél visszahallom magam. Üvölcs egyet, azt megtudjuk. Akkor szerintem páran megsiketülnek, akik... Fülhallgatóval játszanak, és kijön még hozzá? Baxi? Én? Meg? Hol van? Zeki ott van. Zeki. Nem kék? Nem narancsárga. Úgy. Mivel játszol? Zsolt, a Splatoonnal játszom, ahogy a címben is láthatod. És Wii U konzolon. És nem, nincs PC-re. Mielőtt megkérdezni akárki is. Nehogy megkérdezzem valaki. Igen, és nem ingyenes. Na, team set. És ready. Ó, mi a vödrös csapat van? Ajaj. Vödör master rész. Egyébként rájöttem, hogy baromság, mert holnap kellett volna splatoonozni így a frissítéssel. Na mindegy. Hát igen. Na, hát így alakult. Hát holnap meg mi lesz, szerda? Szerda az... Reggel kérdezték Szefinél a chatbe, hogy a Mario Kart az van-e PC-re, és hogy ingyenes-e. Hát ez a másik, ez olyan, mint hogy Pablo Vagnál is megkérdezik, mert PC-sek. Ott a PC-s a közönség, nyilván rögtön az első kérdés, hogy van-e PC-re és hogy ingyenes-e. Bár PC minden ingyenes, hogyha... Mikor jön a Splatoon Androidra? Ja, igen. Még mindig az egyik kedvencem. Az áprilisi tréfa mondjuk jó volt. 3DS-esért tök jó bírnám. Valamilyen lebutított Splatoon-t vagy valami. Simán lehetne képzelni. Szerintem teljesen legit lehetséges. Most igazából van nekik ez az új IP. Simán csinálhatnának egy játékot 3DS-re. Még ha mondjuk nem is egy olyan online, hanem egy hasonlót, mint a single player. Ja. Mert szerintem nem kívülötletes volt. Vagy például a gamepad-es mini játékokat simán kiadhatnák mobilra. Akár. Ha úgy veszük, egy ilyen kis csomagként. Bár annyira nem voltak azok szórakoztatóak, én azt vettem észre. Én engem nem kötöttek meg, legalábbis. Hát ezek pont arra valók, hogy amikor tölt a képernyő. Az ugrálós az jó volt, a zenésnek nem jöttem rá, hogy ott mit kéne csinálni. Ez egy ritmus izé volt, hogy időben kellett, azt mondjam, hogy nem is tudom, mik voltak még.
Amúgy volt egy interjú, azt hiszem végig olvastam, és azért nem tudják átírni valahogy a 3DS-re a Splatoon-t, mert nem bírja el egyszerűen. Hát persze, nem is egy átíratról beszélünk, azt nyilván hardveresen nem bírnák, mert megcsinálták volna, hanem valami az IP-t felhasználó valami hasonló jellegű. Igen, egy mini játékot vagy igen. Valami. Akár mondjuk egy teljesen más műfajban, csak ezzel a koncepcióval. Oh, hátba számoztak, Thunder. Hajadék. Még volt izé. Most kivégeztem Thundert. Köszönöm, teljesen izé kihalt helyekre nyomják le az instrike-okat. És van egy sziget, és nézd, hogy van egy izé ilyen. Egy szék, meg egy asztal, és az teljesen be van fedve zölddel. Hát végül is a munkásoknak pihenni kell. Megzavarták őket. Ó, berekkeltek. András, nem, ez a játék nincs PC. Most nem tudom, hogy iróniából vagy szivatásból kérdezed meg, vagy tényleg, de nincs. Szervusz, Bitvadász Gaming. Micsoda? Előkészítettem a kötelet. Ki az, akinek ennyi szíkere van a másik csapatban, vagy 20-at rám nyomott? Hú, azt utálom. Szíke... Mi a... Jajaj, valaki ülődöz. Ez ki volt? Szíkeire. Zoli, nem Béla, mi van most, nem tudom, ki volt, valaki volt. Az olyan, hogy be van dugva a töltő, de eldobom a francba, mert már idegesít. Á, egyszer elkezdtem hívni Székelynek, hogy megmaradt. Ah, francba. Thunder. Mindig rossz ellenfélre célzok, ez a baj. Rájöttem. Kármilyen mondani a Xafandénak, hogy a zöld a nyerő. Nyerő. Haha, Lerni boy! Haha, Lerni! Jól van. Csak írni nem tudok normálisan, már beszélni sem. Elkaptam Lerni, felette meg szép volt. Thunder. Látok egy boxit. Boxit, de még élsz ott? Jól van. Ha nem sokáig. De kettő embert magammal is. Én csak egyet, megint Lerni. Lernivel folyad csak nyílni. Viszont a zöldet vezetnek srácok, szóval kapjuk meg. Elég csúnyán. Én ezt a bal sarkot befestem. Onnan visszajövök. De hát mondjuk ezt már buktuk. Hát ezt már nem fogjuk ennyi időt visszahozni. Ilyen instant izé, körfordító fegyver. Hirtelen a pálya fele. Hopp, és ide ért Thunder pont, de nem tudott megölni. Én meg pont berekkeltem, szóval. Hát ez csúnya volt. Rossz kezdés. Csúnya. Nem baj. Amikor itt így üvöltöztem, hogy nem, akkor átnézett a szomszéd, mert azt hitte, hogy a kutyájának irigálok. És mondta neki, hogy nem, menj innen! Fúj! Közben meg az ellenfélnek mondtam. Mahi-mahire szólt, az olyan trükkös pálya. Az jó lesz. És te hover control, mert úgy még szivatosabb. Nem, még turf war-ba vissza kell szerezni a becsületünket. Maradtok vödörrel? Baxit ez? Valami... Előző körben sem vizé vödörrel? Abba vödörrel? Nem, turf war-ból nem szoktam vödörrel menni. Ennyi. Én maradok a vödörnél. A vödör meg átváltottam erre a gál lesz-e valami ötlen. Jó új vödör. A Z-be, Shadows Z, fixbe. Holnapi frissítéssel. Legalább ez nem az a Shadow, hogy Penny. Penny. Ó, valaki kiesett, mert ketten vannak a ellenfélnél. Ha így is kapunk, akkor elhújunk egy Shadow-ba. Kiesett. Nem láttam, hogy kik voltak ott. Lerni biztosak volt. Arra emlékszem, hogy szorított volt. Úgy kizárása alakult. Közöld meg lenni. A Thunder esett ki. Thunder esett ki. Ott a Lerni, tehát a Thunder tényleg. Valaki épp belefúlott a vízbe. Na nem volt tanulni, hogy majd narancsárgát ne festek ezzel. Nem, narancsárga volt, csak hogy akartam lőni, és inkább gyilkos meg. Az nem nagyon nagy szégyen, mint ha megölöd. Halálreám, ha ezt hagynám! Akkor
meg az ellenfélnek nem írja, hogy kit nyit ki. Most mi a most, neki kiesett? Nem látok narancsárgát. A vízbe. Én látok narancsárgát, éppen most fulladtam be mellette vízbe. Ők vízre játszanak, mi van? Pancsolnak, igen. Nem leestem a rácson. Na, nyílik a izé, nem? Mi volt az a kis? Ajajajaj! Pillázás. Ez az megöltem izét itt. Zolit, hogy Bélát, hogy nem tudom meg ki ezt. Hogy jól monitorom keresztül? Azért is megmenekülök. De fogunk nyerni, mert nincs Thunder. Majd ráfogadj, hogy jaj, miattam nem nyert. Amúgy tényleg dalszol, hogy állunk ott a lenni. Én metálbúzgatok vele. Megbúzgatok. Ó, köszönjük a buborékot, Baxi. Te voltál, nem? Igen. Na. Nekem van hoppa, fajn narancsárga. Volt. De megölték egy mezzekivel, jól láttam. Olyan lassan nem töltödik vissza a frissítés óta. Meg a Zolit. Igen? Zoli meg kinyírt engem. Ilyen bosszú, gyors instant bosszú volt ezekért. Van egy narancsárga? Előj meg! Én öllek meg. Még egy narancsárga? Ez hihetetlen. Bakker, itt víz van! Oh, hogy rohadjak meg! Lazán belepottyantam a vízbe. Azta! Ennyi, mik ezek a narancsárga fontok? Láttam Zakiék. Nem, itt így le akart vadászni, erről meg eldobtam a szíkeit. Nem mászol fel. Megtalállak meg. Ez az még egy... Á, nem sikerült még egy utcsó. Nem visszük. Hát ez, ha nem nyerjük meg, akkor csalak macska. Mondjuk elég ki, hogy kettő ember ellen is éppen, hogy... Nem baj, akkor is nyertünk. De nem lettem első felébe. Pedig én csak egyszerről haltam meg, te meg háromszor. Kántörölted. Ki néha hallgatom szavadon? Lényegtelen a befestett felet. Persze, tudom. Az első. Na visszajött közben, visz... Nem, jött közben. Hol van Thunder? Még nincs itt. De nem is írt, nem látom, hogy írt volna. Na lehet, hogy elment teljesen a nete. Megnézem a Splatoon szobát, hát ha a nete ment el. Hogy lehet, hogy csak a Wii U ment el a nete? Menjünk egy Tower Control. Nem, mert a Larry chatébe se írt be semmi, szóval, hogyha lett volna, akkor gondolom ott írva egy... Hogy benne van a szobába? Thunder, várjuk meg. Jó. Hát nem tudok visszamenni. Ott van a szobába egyébként. Szóval nem tudom, mi történt velük. Charlie, rossz a csapat elosztás. Az a baj, hogy most már belementem, és nem tudok visszamenni. Thundert várjuk meg, de nem tudok visszamenni. Megoldjuk a problémát, kihúzzuk a Wii U-t. A figyferét húzza ki valaki a Wii U-t. Nem baj, még egy ilyen egyenlőtlen küzdelmet. Később mondtad, Lörni, bocsánat. Tower Control. Várjál, akkor nem ezt a... Oda az a bodor kell. Valakinél visszahallom Charlie-t, én is visszahallom, csak nem tudom rájönni kinél. Beszélj hangosan, és akkor meglátjuk, hogy kinél villan fel a pötty. Most jó, nem láttam senkinél. Valószínűleg amikor ő beszél, akkor hallatszik közben a háttérben. Ez a korosznak, igen. Én is visszahallom néhányszor amúgy. Tehát lehet, hogy a Baxi. Valószínűleg. De egyébként rajtam headset van, szóval sose értettem meg, hogy miért hallják vissza nálam az emberek magukat, amikor egyébként a headseten keresztül nem kéne. Hát végül ha nem zárulik annyira a füledre és közel van a mikrofon, akkor lehet, hogy elhaladszik odáig. Érte? Hát de ilyen nagy pufi füles headset, szóval nem kéne a mikrofonba belehallatszódnia. Bár a mikrofon is rajta van, szóval nem tudom, csak szerintem elég öreg lehet az a baj. Valami úgy hibásodott már meg benne, hogy összekuszálódott. Ja, ezért van szóval. Ah, mi a takonya, jó van. Luigi team, legalább gyerünk. Most mi vagyunk a Xefi szerint a nyelőszínnel. Third. Köszi. Köszönöm. Előtte. A
valakit majdnem szétpukkantottam, de mégsem, mert szétpukkantottam. Benne pukkangat a pukkangó. Ezt a pukkangató fegyvert utálom. Igazából hosszú távon annyira nem jó, meg területfoglalós részben nem jó. Ez a lerni. De hogyha jól eltalálnak vele, akkor jó. Többet mondtam. De akkor közben el kell bújnom ezzel a fegyverrel. De fordít a civil hükkén, meg majd sniperkedem. Haha, mindenkit megöltem. Helyes. Föl kéne úszni, hogy nyomva tolva. Nem tudok felúszni. Tisztíthetetlen. Ússzunk már föl! Ússzunk neki! És valaki elfoglalta közben, hihetetlen, és hátulról megfestett, kifestett meg. Zoli! Na. Anyád! Miért kupotok utcú neki? De nem, még kupotok. Nem kupotok. Hoppá, valakinek ott volt egy izény zugája? Már nem csak írni nem tudok, hanem már beszélni se. Felégépelted a beszédet. A beszédem is átvette a helyes írásomat. Jaj, ez nem lesz jó. Jó, hát persze. Bubi. Most már nincsen Bubi. Ez az Learnit kiiktattam, már csak egy van. Zoli, töljétek. Pusztítsátok el. Elpusztítottam. Ez az. Én megyek festeni a terepet, mert nagyon lilalt minden középen. Csúlyan. Minden többen vagyunk egyébként, azt mondom, annál gyorsabban halad, nem? Kicsoda? Nem. Úgy van, hogy az elején a pontig. Meg amennyit megtettünk, tehát ott még egy kicsivel gyorsabb. De azután már... Inkább azzal a kizi pisztolyjal kellett volna mennem. Haha, Zoli. Ki jött meg? Ja, hogy jött közben lőrni hátulról? Azt hittem, hogy rajta volt a tornó. Nein. Pontosan. Ó, de mindig hátulról talál meg valaki. Én lelkesen rohanok rá a toronyra, és közben hátulról megtalál. Jaj, valaki megmenette a Bubit, azt kellett. Beleugrott az izébe, mert rájuk küldtem a izé tornádót. Jaj. Szerintem figyétek a tornyot. Dehogy is, ha sokan vannak itt. Ott, pont mellettem volt. Learni. Valaki megcsinálta a lehetetlen. Az egyik barátom. Mondjuk. Valamennyire eltörte a Wii U gamepadet. Eltörte? Legalábbis nem volt a nyomot. Nem szeret veszíteni a kukorát. Nem baj, azért az Insta-ot még elküldtem, úgyhogy kicsit megtisztult a terep. A csúnya liláktól. Ne halj meg! Miért haltál meg? Tőlem kérlek. Ez az Learni Campets. Én tornyon. Ott van egy Zoli is, ez a Zoli is kiiktatta. Gyorsan vigyed! Kiadott! Zeki, te vagy? Vigyed! Igen, viszem. Vigyed. Viszem, mint you've taken the lead, ez az! Járjon le gyorsan az idő. Vagy vigyük be, vagy valami legyen. Csak mi nyerjünk. Egy. Kettő. Oké, vigyázz, megöltem mindkettőt. Mindegy, mert már így is kevés idő van, tehát így is úgy is mindjárt. Hát innen most már csak bemegy. Bemegy? Főleg, hogy én itt közben írtam őket. Ez az! Ha, rég azért odaugrott. Monitoron keresztül. Szervusz, Zairo! Zvonimir, gyorsan megválaszol a kérdéseidet. Mario Kart adás lesz, amikor lesz. 3DS adás lesz, amikor lesz. Olcsó egy Wii U, attól függ, hogy hol veszed. De egyébként 66 körül. Legolcsóban 65 körül látom. Igen, 60-65 körül van legolcsóban újra. Én 48 ezerért vettem az enyémet. Használtan? Igen, de úgy, hogy olyan állapotban van, mint hogyha új lenne. Újszerű állapotban. Konzolstudio.hu. Ha valakit érdekel. Egyébként felmentek a Nintendo.hu-ra, és ott van egy ilyen, hogy üzletek, vagy partnereink, vagy ilyesmi van az a sarokban, és akkor ott van egy csomó üzlet felsorolva, de ha az se elég, akkor beírjátok a Google-ba, hogy Nintendo konzol térkép, és ott van egy rakat üzlet felsorolva, ahol kaphatok Nintendo-s játékokat, mert egyszer unatkoztam.
De most jó, hogy várjuk meg Thunder, de Thunder most elment ő vacsorázni, vagy most mennyire akarjuk megvárni őt? Nagy pillanat, átugrok a Dörniekhez, jó? Oké, beszéld meg velük. Eddig itt partizunk. Menj, jött Niznize. Bejött Niznize. Üdvözletem, üdvözletem. Na mi van, mi van? Hát nálunk megszakadt Thundernek a net, az két meccset kihagyott, ez szegény. Azt látom, csak várjuk meg Thundert, és én most látom Thundert, és hogy azért addig kéne játszani, nem? Vagy most nem tudom mi van. Elvileg most tört neki a játék, úgyhogy ja, mindjárt most indítottam újra a Wii-t. Ó, de jó, most akkor jó. Van-e net. Jött egy Niz-Niz. Niz-Niz is jött, úgyhogy akkor megint egyenlőtlen a meccs. Valaki jöjjön még! Jó van. Ja, hát figyelj, ja. hogyha nem lesz megint net, akkor tudom a helyen neki, és akkor na, azért legyünk optimisták, most? Legyen net. Jó van, akkor várunk még egy kicsit, aztán majd valamit jelezzetek, hogy van-e valami jó. Akkor még várunk egy pár percet, hogyha tölt már a játék nálad. Oh. És ha jó, akkor megyünk, ha nem, akkor meg majd megoldjuk. Na, visszaugrok. Akkor meg mentek, csak akkor 3v3. Akkor 3v3, hát most már 3v4, mert jött Niz-Nize is. Hát úgy. 3v3. Ja, akkor úgy 3v3, tényleg, igen. A 4-es csapatot. Igen. Na jó lenne meg lenne a 4v4, ez jobb. Hát igen, na jó van, nekem nincs wifi-m, úgyhogy menjetek. Csak nyugodtan. Az előbb ti voltatok erőfölénybe, akkor most legyünk mi is. Na jó, akkor visszaugrunk a fagyizóba, és akkor ezek szerint sajnos Thunder ja. Kiesett. Na, akkor... Egy Wii LAN-adaptert vegyél mindenképpen, Thunder, mert nekem is wifi-ről problémás valószínűleg volt. Valószínűleg igen, azért. Úgy na, akkor szevasztok. Hello! Channel switched. Na, újra itt vagyok. Thundernél meghalt így az internet, azt mondta az internet, hogy ő nem akar splatoonozni. De van egy Niz-Nizénk. Úgyhogy van egy Niz-Nizénk. És itt bevettétek a Splatoonba, vagy? Jött. Nem tudom, kin keresztül, kinek a... De mármint, hogy a TSM föl. Ja, nem tudom, most tudom, kicsoda ez a Niz-Nize. Ő nem annyira szokott feljönni TeamSpeak-re. MC956 Trooper mindenhova próbálkozik, hogy lehet a moderátor. Szervusz Trooper, nem köszönöm, nincsen szüksége moderátorra, hál' Istennek, nem vagyunk olyan sokan. De köszönöm a felajánlást. Na és akkor Ready Set Go, Rainmaker és Random. És akkor Charlie, Zeki, Maxi, és akkor Niz-Nize az megy a Learning-hez. Most értem, de hogy internet rohagy meg, szóval gondolom, hogy visszajött. Vagy nem tudom. Nem, akkor azért írta, hogy nem jött vissza, mert internet rohagy meg. De akkor ez hogy írta? De hol írta? Szóval írta? A Learny chatjébe. Ja? Nekem megvan nyitva mind a két chat, és azért láttam, és az hát gondolom írta. Telefonról írja, vagy nem tudom. Várjál. Én ready vagyok. Hát próbálom ezt, nem tudom ez milyen, de kipróbáljuk. Felelsz vagy mi ez, Charlie? Én éppen splatoonozok, Zsolt. Mersz felelni a Splatoonnak? A Splatoon hívásának? A splatoonozás az a legjobb választás. Gyuri, most erről nem tudom miért, de elszemlített a bolygó kapitánya. És szerencsétlen indián gyerek, akinek egy szívecske volt az erje. Semmire nem volt jó. Csak úgy állították be néha, mint a izé. Mintha jó lenne. Live lesz egyszer, kérdezi Martin. Ha hozzáteszel egy U betűt, akkor lesz, igen. Mi? Nem tudom, nincs igazán. Két Wii játékom van, az a Skyward Sword és a Metroid Adorem. És ezek mind olyan játékok, amik egy story orientált és nem feltétlen rövid játékok, és azokkal nem fogok vele kezdeni a közeljövőben, hiszen még a Twilight Princess HD-t se fejeztem be. Mit nem fejeztem még be? Igazából mondjuk olyan sok dolgot nem fejeztem be, csak nem akarom túlterhelni magam. Republikét befejeztem, Life is Ninja-t befejeztem, a Bloodborne-t elkezdtem, Demon's Souls-t se fejeztem, de csak elkezdtem. Előbb-utóbb biztos lesz, csak igazából azért látok rá kevés esélyt, mert nincs annyi időm, hogy a backloggal is korábbi címekkel, magyarosabban foglalkozzak. Így látok rá annyira nagyon sok esélyt. De legalább lelőttem. Én meg megfröcsköltem.
Hoho! Vigyétek, vigyétek! Triple T! Nem engedem! Valaki kirúgta, nem tudom, hogy elnök le nem volt kiiktattam. És most meg nézni vét. Én meg besúlyolok oldalra. Kármilyen van. Pont beoglott valaki oldalra, és megint visszahallottam. Szervusz Csaba! Zsolt és Zvonimir, úgy látom, ő kérdezte el, hogy érszakos közzel jön. Nem gonoszságból, csak tényleg gyerekek, olyan dolgokat kérdeztek, amire szerint tudjátok a választ is. Ez egy küszetés volt? Na akkor egészségedre. De nem. Nem tüszentés volt? Én vagyok siket. Valamilyen ilyet hallottam. Ó, basszus. Kert volna nyomnom az ultit. Az lehet, hogy én miattak meg ők adom ki a hangokat. Igen? Az lehet. A francba. De mi viszi a izét. Be fogja jönni. Már nem húzzuk meg. Júzzuk le a bőrét, kenguru. Szervusz teljes, szevasz. Mi újság? Próbáltad végül a Battleborn-t? Én lemondtam róla, mert megsértődtem, hogy első nap nem ment. Matipő, hagyjad már a Velociraptor a legjobb. Hogy jött innen Velociraptor? Nem, nézem közben a Facebookot, amíg az izé váróba vagyunk. Ennyi, ne tereld el a figyelmed a küzdelemről. De nem, amikor küzdünk, akkor csak is a Splatoonra figyelek, csak de a váróba. Most nem hangulódsz rá, nem hangulódsz rá a háborús hangulat. Így van. A Splatoon képernyőt vigyázz, és leneved róla a szemedet. Itt nagyon jó volt egy relaxációs videó a neten, hogy egy ilyen tökély ilyen relaxációs zené, és közben egy fűnyíró, hogy repül, és a háttérben ilyen átlátszóan egy gorilla fej. De ez most nagyon nem volt vicces, de ha látnátok, akkor rögtön is. Na jó, mi nem volt még? Splat Zones nem volt még, nem? Ize írta, hogy nincs még TeamSpeak a gépén. Ki írta? Biznize. Biznize. Hát nem tart olyan sokáig leszedni, igazából. Gondolom azon beszél. Persze szerintem Müller itt nézi, mert oda itt. Abba a csetbe. Én elég a sajátomat nézem, úgyhogy... Én nem kísérlem meg, főleg, hogy egy monitorom van, és most azon így méretezgetni át a dolgokat. Jó, itt vágyad, Zsolt. Kinyitottam a két csetet két külön ablakba, és az egyik felén az egy csetet, a másik felén a lárni csetje van, és mindenkétől be van nagyítva egy 50%-kal nagyobbra. Hogy nem okoz problémát. Mi csinálunk? Splat Zones? Kipróbáltam, story mission baromi jók, a multiplayer egy bug halmaz, olyan helyeken akad le, be a karakterem, ahogy az már röhely. Hát, akkor ezt nem veszítettem túl sokat vele. Amúgy sem fogott meg a játék, csak úgy voltam, hogy ha már beta, akkor miért ne nézzük meg, de hát, hogyha nem tudták időben indítani a szervereket, akkor úgy voltam vele, hogy menjenek a fitlákba. Majd a Doom-ot azt talán megnézem. Bár igazából már voltam a zárt bétában, és az nekem úgy elég volt. Milyen Wii játékaim vannak? Elsoroltam szerintem azt a kettőt, ami van. A Skyward Sword, The Legend of Zelda Skyward Sword, illetve a Metroid The Other M, vagy Other M. Ez a két Wii játékom van. Wii Én most vettem a Disaster Day of Crisis Wii játékot meg. Micsoda? Disaster Day of Crisis. Ez nekem nagy kedvencem volt annak idején, de már nem volt meg, úgyhogy most amikor kint voltam Angliában, ilyen 500 forintért megvettem. Jaj, hát aki kimegy Angliába vásárolni. Vanuberrel együtt, meg még a Wii Musical, mert azt hiányzott a Mi Collection-ből. Úgyhogy ezt a hármat alatt ilyen kettőt vehet, hármat vehet, kettőt fizet akcióban. Akkor ide vásároltam ezekből. De Disaster Day of Crisis is egy tök kis ilyen akció kalandjáték. De nagyon nincs nagy híreve, de tudom, hogy nekem nagyon tetszett, amikor annak idején játszottam vele. Hát én most mindig a Várjón gondolkodok, a Várjóver tácson, hogy megvegyem majd ne vegyem meg
Nekem a Wii Sportot kell beszereznem. Wii Sports Clubot? Tessék? Wii Sports Clubot? Nem, az megvan, meg nem annyira szeretnék hónaponként fizetni csak azokkal. De ha dobozosan veszed meg, akkor benne van minden, nem kell semmit fizetni érte. Nekem is dobozosan van meg a Wii Sports Club. Nekem csak sajnos csak kölcsönbe volt nálam, de nagyon jó volt. Akkor megveszem dobozosan. Mert azért nem a legjobb, hogy egyből hármas vagyok. Szedd meg a vízüket. Ja, és két oldalról szednek rá, hát ez érdekel. Velencs volt akkor, mert az sincs. Igen, ez kell hozzá. Viszont abban tényleg ilyen komoly torna gyakorlatok vannak. Én a Belenz bort szerem alattam összetörnek. El lehet közben esni. Figy, Charlie, ha alattam nem törik össze, szerintem téged is kigérdezik. Hát, én erre nem tennék pénzt. Hogy ez egyébként szerintem jó, de megéri megvenni, hogyha egy picit érdekel, mert ilyen egész jól motivál arra, hogy mozog. Kapsz pénzt, adok 500 forintot, ha futsz két kört. Nem igazán pénzért. Pedig az jó, hogy nem motiválnak. Kell csinálni ilyen, tudod, ilyen gamer maratont, hogy kapsz egy ingyen játékot, hogyha lefutsz egy bizonyos távot. Ja. Nem is tudom, ez hát a mozdulj gamer mozgalom miért nem így megy, hogy kapsz ingyen játékot. Valamilyen bicikli túrán lennék így. Jaj, ne, pedig még egy fröcsköd is lett volna, és kiiktatom, hogy többet lőni, baj? Nagyon csúnyos a kéla voltam. Meg hát igazából vesztésre állunk, nem tudom, hogy észrevettétek. Igen, ezért volt most fölmászni ide. Mi vagy te, vidd nem? Nem, én nem. Á, pedig a rohadt ultimétet el akartam lőni. Fenébe. Pedig el tudtam volna, hogy szóval most feltöltöm az ultimétet, és rászabadítom arra a terepre. A vízfittezés közben el lehet esni, mert ha igen, akkor nem veszem meg. Minden közben el lehet esni, a béna vagy. Ülés közben is el lehet esni. Amúgy nekem sikerült saját magamat kigáncolnom, vagy elbotlanom a gomba, vagy nem tudom. Hát ott van, meg volt az ember a saját lágába. Oké, Csári, adok 500 forintot, a kétszer körbe futott egész Budapestot. Ha nem úgy megy, az a kilométerre van az víz. Mondjuk így 30 méterenként 500 forint az ügy, jó? Kilométerenként 30 méterenként 500 forint. Megélnék, én biciklivel megcsinálom. Jó, hát ezt nem tudjuk. Hát megint 10 másodperc, és el kéne foglalnunk mind a kettőt ahhoz, hogy... De most nyomtam egy X-Strike-ot, úgyhogy hátha. Akkor én meg ezt gyorsra festem. Kapjanak ők bűnkét. És erre pont visszafestették, már rohadjanak meg. Gyorsan fessétek be a maszt. Én éppen ha meghaltam. Én nekem meg kell megérnem minden üzét, hogy... Gyerünk! Ez van egyre! Pont meghaltam, visszafestették, vigyázz közben! Nem, meghaltam. Ne! Én is. Hopp, ez az, valakit ki szétpacsantottam, és valaki mindjárt szétpacsant engem. De nem, azt megnyomom akkor is az Instagramot, ez az. Vigyázzon kell magamra, mert a jókat a veszély fenyegeti. Á, vissza is feszették, ennyit ezt az Instagramot. Hát bakker. Mindig a jók mennek el először. De mi? Épp hogy izé egyet belém jött és már elpusztultam, hát azért ez nem igazán tetszett. Nem, megyek inkább oldalra. Nem, hát ezt fogtuk. Hát eléggé. Kellett volna Splatoon-ba megosztani valamit. De nem tudom, mikor Splatoon-osztam, az a jó. Most az egyszer bejátszhatok egy hangeffektet? Ne, TS-ben ne hangeffektezzünk. Kinek van meg a Tekken 5? Nekem meg volt. Meg lenne. Meg volt, mikor meg volt a PS2-m is.
Pedig az jó volt. Olyan szempontból maga a Tekken 5 nem volt annyira nagy szám. A Tekken 5 Dark Resurrection PSP-n, na az rohadt jó volt. Főleg azt, amit a PSP, egy PSP-s játékból kihoztak. Turf War, legyen Turf War, és valahol az a csúszdás pálya. Nem túl sok sikerünk volt Turf War-ba, csak akkor, amikor kettő ember ellen ment. Nem baj, azért is. Murray Towers, azaz. És az volt a jó a Tekken 5-ben, hogy benne volt ugye a Tekken 1-2-3 is. Az tök jó volt. Én a Wii U-s Tekkent szeretném megvenni. Én is azt akartam, amikor még tartottunk animekonokat, mert azt mindig kérték, hogy legyen Tekken a konon, és mondtam, hogy jó, akkor ha lesz Tekken, akkor megpróbálom a Wii U-sat, mert akkor az poén, hogy ott dobálják a gombákat. De nekem megvan. Aztán azóta nem tartunk animekont. Megutoljára szerintem izénél játszott a papinál. Tekken. Tekken Tag Tournament 2-t. Azelőtt pedig a PS3-on Tekken 3-at. Még csak fél óráig megy az adás? Azt hittem, hogy több. Na mi van? De... Nagyon taktikáznak szerintem ott. Én azért se váltok át. Vödör, Vödör lesz. Vödör a király, Vödör lesz, és Vödör volt, és Vödör most is a király. Annak el kikapunk. Attól meg a Vödör a király. Ezért kapunk ki, mert Vödrözöl. A Vödör az ász. Tárdi, hord el magad. Nem. Nem. Elhordom a festéket. Hú, de cukik vagyunk. Rágógumi! Yeah! Gumball. Ez a Cartoon Network is van. Jó, a Turf War van. Igen, bizony, hogy hiába szaladsz előre, bár szaladhatsz, miközben itt festegetik hátul. Szép nyugodtan, kis nyugdíjasan. Nekem Rangers vagy velem. Jaj, Margit támad, kihagytál egy foltot! Margit, anomális. Anomális. Hol nincs meg festék, ott már van. Hát, ha köcskörök odáig, ha végtelenbe is tovább. Azt látom a videót, hogy a Splatoon tutoriál napján az egyik ember annyira unatkozott, hogy befestette az egészet. Én nekem az volt a durva, amikor volt egy ilyen izé, hogyha nem festett abszolút semmit a pályán, akkor is a macska kitalálja, hogy melyik őtök nyert. Igen. Csináltak egy ilyen privát battle-t, és akkor ott igazából senki meg sem moccant, és aztán mégis azt mondtam, hogy hát ennek 3%, ennek meg 5%. És így miért? Szerintem valaki lefizette a macskát kizével, nem tudom hozzá. Igen, tudod, hogy egyébként ez a macska ez abszolút nem pártatlan, hanem ő kitalálja magának, hogy kit kezel. Persze, azért ennyi. Jazzens, mikor lesz Charlie? Valaki soha a moha életem. A macskához. Hallod, hogyha te leszel itt a bíró, akkor adok neked halat. De valakinek kell nyernie, meg vesztenie. Vagy lazányát, ha Garfieldből mindenki. Hogyha Garfield, akkor lazányát. Jaj, itt legyen a X-Strike. Vigyázz, ugye, Foxy? Na, itt már késő. Én megúsztam még. De töltsd, hogy jöjjtök. Rosszul áll a szénát. Gazítsuk meg. Jaj, de első teljes, te kérdezted ezt? Te kedves vagy teljes az én kérdéseiddel. Imádlak. Szervusz István! Hello Akbar! Milyen Hello Akbar? Nem! Akbar. Alakat meg nem mondom a csúmba. Nem. Agresszív támadás. Bepompátlankodok az önfér felükbe, jól befestek itt mindent. Ha már ők bepofátlankodtak ide. Ügyse figyelnek, jós. Lelőttek. De azért egy jó csak felületet elfogadta. Nem a viszés festi. Következő meccs előtt lehet egy kicsi várakozó, mert már dolt érhetik. Hát az nem kicsi várakozó, az a baj, most nem néz kaján. Nem, felhozom a kaját, és akkor mindenkinek jó. Jó, csak ne egyék meg előled, vagy? Nem, azért, hogy gyorsabban menjenek a meccsek. Hát csak itt az meg így bele csámcsogol itt a TS-be. Nem csámcsogok én. Hát az nem lett jó. Igen. Nem. Igen, nem. Igen, nem lett jó.
Ez szomorú. Mindig kikapunk. Bár nem szeretek veled játszani, mindig kikapunk. Mi múltkor tök jók voltunk. Bár múltkor törfvárva voltunk pont jók, az utc érdekes, nem? Mondom, bénák voltok az ellenfelek. Úgy érdekes, hogy például módban miért nem lehet randomot beállítani. Mit? Hogy játékmódban miért nem lehet randomot beállítani. Egyébként ez jó kérdés. Tudnám, mire készülj azért, és akkor gondolom úgy lennek, akkor az kicseszés. Bridge. Hogy milyen fegyvert hoz. Hát de pont jó. Csináltam éneklős videót, de jó neked István. Meg mítomósat. Mítomós éneklőset? Az nem énekel, remélem. Énekeljek én itt, akkor elszalad a maradék három ember, aki még nézi. Vagy nem, te is nézed, akkor kettő. Én is nézem, te is nézed. Mi van macska? Van a másik macska, mi? Ezek már megint már annyit váltogatnak fegyvert. Szerintem csalnak. Pirosak leszünk. Micsoda? Nem tudom, piros volt a sapkám. De most csak azért, mert narancsárának jelezi. Itt vagyok. Üdv. Felhoztam a fél konyhát. Mi a bajod a kérdéseimmel, Charlie? Semmi teljesen, mert semmi. Imádlak, tudod. Megjött a Dark Souls 3-ad? Hm? Megjött a Dark Souls 3-ad? Meg hát. Meg, ja, kérdés volt, ja, meg, azt hiszem te kérdezted. Meg hát, hát tettem ki is Facebookról a képet a gyűjtői dobozkáról. Ja, tényleg. De miért mondtad, hogy ez az első gyűjtői doboz? Vagy te már más gyűjtői kiadás, nem? Gyűjtői kiadás nem vettem ilyen szobor. Life is Strange? Hiszen az nem gyűjtői, az Unlimited. A gyűjtői az ilyen kurva drága szobros, szívszaros kiadás. Ja, értem. Az a gyűjtői. Nekem egy gyűjtői tudtam volt, a World of Warcraft-ból a Cataclysm, de azt nem vettem, hanem nyertem. Fúj! Fúj! Bob! Fúj! De jó, nem utálom, csak még nem szeretem. De mi a boss volt figura? Nem figura, nem, aztán egérpad volt, meg kártya, meg artbook, meg zenei CD, meg ilyen bagyomagomag volt, de milyen gyűjtői az, amiben nincsen figura? De hol volt? Ez is olyan gyűjtői. Csak már nevében nem van. Most a izés az lesz a Rocket League-ből a dobozás úgy lesz, hogy Collector's Edition néven fog futni. És igazából nem lesz semmilyen plusz benne, csak ilyen kocsik. Olyan exkluzív kocsik, amik mondjuk DLC-ben nem voltak benne. DLC-ként se jelentek meg, és ilyen dobozos változatban exkluzívok lesznek. Az utolsó pillanatban. Nice. Vagy mégsem. Hát csak akik lemaradtak, azok mindenki hallak. És én is. Csak azokból kéne valami jó kis... De itt jönnek, visszajönnek, ez így nem kész, ezt már nem bírjuk megverni. Dobtam egy izét, a francba. Kéne valami egy unboxingot csinálnom, csak nem tudom, hogy hol tudnám megcsinálni, meg az a baj, hogy a webkamera annyira nem jó nekem, hogy... hogy nagyon... Elejtettem, hogy kéne venni valami rendes ilyen kamerát, és azzal venni fel az ilyeneket. Ja, unboxingot. Ah, igen. Meg tényleg át kéne már állni a felvett videókra, és azt is rendesen felvenni, megvágni, ilyesmi, csak az tényleg kéne először az, hogy legyen a csatornának meg az arculata, a dizájnja, csak nincs időm megcsinálni, és igazából kiégek így hétköznap melótól, és agyam sincs hozzá. Mi legyen? Rainmaker? De ez nem az a pálya volt, amire én gondoltam. Én nem ezt akartam. Én azt akartam, akkor van egy hatalmas nagy híd. És onnan indul a cucc. A Pirate Bay nevezetű torrent oldal meg akart venni egy szigetet, hogy létrehozzon egy szerzői jogok nélküli országot rajta. Napi bors cikkünket hallották. Nem tudom melyik volt. Melyik ott a pálya? Flounder Heights, talán ez volt? Ez nem semmi híd nincs rajta. Akkor nem baj, mindegy.
Most ez lett. Jaj. Ez tök jó ez a pálya. Igen, nem tudom most már melyik, hogyha nem az, amire gondoltam. Ez az, olyan, ami a háztetőkön van. Vagy de ahogy látom, ez vödrös, vödrös pálya. Tetején. Igen, a panel tetején. Ez vödrös pálya. Tetején. Na ez az, ott a híd a középen, onnan. Na, azt mondom. Ja, hogy az a pálya. Gondoltál. Az a híd. Na, van ott híd, látod? Mert Tower Controlnál ez például tök jó pálya, hogy ott a hídről le lehet ugye föntről is fölcskölni őket, meg ilyesmi. Kivéve a téged fölcskölnek. Hát akkor nyilván nem fölcskölsz lefelé, hanem akkor téged. Téged fölcskölnek, szépen. Viszont ugye, hogy ott fönt van a kis rémléka is, én meg itt inkább festegetek. Tehát a hagyom a kipukkasztottam. A készségünk Tabán van egy kis sziget, azt eladjuk a tibéti bélyeseknek, ha kell. Az jól lenne amúgy. Én nem támogatom azok a tibéjéket. Nem azért. Akkor a YouTube-on se lennének szerzői jogok, hogyha abban az országban él. Legyenek szerzői jogok, csak ne így, ahogy most vannak, mert eddig nem fel. Mindezt Miki Egernek köszönhetjük. Köszönjük Miki Egert. Nyugodtan megalszom. Mi? Ki? Mit próbálsz ebből? Ó, bakker, már nem kellett volna pedig sok. Túl így. Nézd, ki tartom, és most már csak lenni. Oda küldök egy insztrákat, hogy könnyebb legyen kibontani. Köszi. És mit? Hát ez nem tartott. Berekreltek. Nem volt sok. És Bubi, rohadjanak meg, hogy Bubi. Aha! Pedig pont ott voltak ketten, és fentről simán lecsapattam őket. Utána a borékot, a legaljasabb, undorító fegyver a játékban, vagyis nem fegyverrem, és képesség. Ez olyan satisfying, amikor így leflottja az magasból. Én a Krakenről gondolom azt. A Krakenről el lehet úszni egész gyorsan, meg hogyha időben vesz és szemben kikerülheted a búrékot, akkor tényleg így rárohansz, hogy akkor én most őt lefölcskölöm, meg minden, és így no. Nem, itt kinyírtam, mert meg kinyír az olyan. Vigyed, Maxi? Én nem szeretem vinni, de jó van. Nem baj, azért vigyek. Ennyi volt? Ezzel nem szeretem. Ez az, megöltem valakit. Viszont én fejlő megpokálni. Ah, az ulti! Nem tudtam az ultimat ellőni. Hát de hogy kívül tudod, akkor nem tudod. Hát tudom, ez az. Sok meghaltam közben. Nem teljes ember, ne menjünk bele a szerzői jogokba komolyabban. Nem szeretem az ilyen témákat. Nagyon szárad és komoly téma. Annyi neki vizet, aztán nem lesz szárad. Szerintem nem lehet rátenni ezek a komoly témákkal. Nem, ezek unalmasak nekem. Pedig teljesen jót lehetne a Varezról meg a szerzői jogokról beszélgetni egy fagyizóban. Könnyed, fagyizó, könnyed. Nem izé, hashajtó. Gyába vagy. Vagy töltött káposztázó, vagy nem tudom. Mert töltött káposztázó, milyen jó lenne már. Két napja azt hiszem nem megisítek. Már hogy szeretem, csak kicsit már. Hideg van este nyitott ablakon. Au, na haltál. Kicsit. Mi volt az izé? Ja. Hát ez nem jó. És körbe jött. Hányat tudom? Hát de én meg nem tudtam, és engem hátba jöttek. Nem figyeltek egymás hátára, ennyi. Én nagyon takarítottam az utat előre neki, aztán kiderült, hogy már feleslegesen, mert már hát így kicsináltak. Meg tök egyébként tegnap Dark Souls-ba, aki behívtam srácot, így igen. Segíteni, azzal egy tök jó eldumáltunk, és gyakorlatilag egy órán keresztül beszélgettünk így írásban, PSN-en. Nem bírom becsárgyolni, egyszerűen nem lőtte a tuktot. Akkor az én kezembe adjátok. Hát te nem bírtad sokáig a múltkor se, Zeki. Ott adtam, kirobbantottam az X-Strike-kal, és rögtön utána jött az
Notification. Jó, hát Zoli ellen játszunk, az nem a legjobb. Ilyen no life Splatoon játékos. Most csökkeljük, ez az, megvan. Nem, megvan. Én meghaltam, de valaki lejöttem. De itt van Nilsi, de viszont nagyon közel, hogy intézzétek gyorsan előket. Jó van. Szervusz, Dani! Azt köcsköljük, köcsköljük, glacsantjuk szép őket. Hosszabbítás. Vigyük, vigyük, vigyük! Hát kösz, csináltuk őket. Valaki menjen Charlie elé, aki nem tud meghalni. Olyan nincs. Én megyek. Ó, föntről volt mi. Azért mondom, hogy itt pont azon a helyen voltunk, ahol nagyon meg lehet szívni. De ezt buktuk. Kérem át szennyi elvés, hát nem? Legalább próbáltuk. Töltött káposzta milyen jó lenne. Jó is ez. Mert van, vagy ez jó, akkor két gombot pisztácia rendben. Nincsen, nincs pisztácia, és csoki meg nem is volt, de mondtam, hogy ezer feliratkozónál majd kisorsolok egy zacskó pisztáciát, mert az amúgy is drága mulatság, úgyhogy tessék értékelni. Mi legyen? Na mi legyen, marászhatok ti most egyet. Én meg randomozzad. De a módot nem tudom randomozni, a pályára lehet random. Ám de úgy, hogy pörgeted, azt valahogy megállítod. Most! A remake-e. Akkor meg pörgessünk még egyszer. Most! Megint. Rohadjon meg! Akkor legyen rémnéken, rohadjál meg játék! Nem akarja, hogy nyerjünk. Lehet, hogy át kéne váltanom, ez egy jel, hogy most már eleget vödröztem. Várj csak, más fegyere már évek óta nem mentem. Na jó, nem évek óta, mert az ilyen régen nem nincs kéne játék. Van egy másik vödör, ami az búrék van. Igen, egyébként van olyan. Majd nézzük azt. Végül is valamunk a vödörnél, de annak nem akkora a reach-e, mint a másik a vidának. Meg kipróbáljuk. Próba cseresznye. Mit veszíthetek? Semmit. Ja, már tudom, miért kérdezted meg, Charlie, hogy Tekken 5 kinek van meg. Én nem kérdeztem. A chatbe kérdezték. Na? Zvonimir kérdezte. Zvonimir a kérdésfelelős, vagy hogy mondjam. Zvonimir és Zsolt szokott rendszeresen kérdezni, csak általában sajnos elég irreleváns dolgokat. Ezt ne vegyétek sértésnek semmi, nyugodtan kérdezzetek, csak amikor egy perc alatt bejön 80 kérdés, az ugye annyira nem szórakoztató szerintem, hogy egy adás alatt folyamatosan kérdéseket válaszolok meg, ahelyett, hogy játszanék. Szóval, ha még a játékkal kapcsolatos, vagy játékokkal kapcsolatos, akkor ez egy oké. Bár, hogy ilyen-olyan live lesz, az meg eleve egy olyan kérdés, amire tudjátok eleve a választ. Lerni rédel valaki. Ki? Lerni rédel valaki. Dobálni a sajtbe valakinek a YouTube linkét, hogy Lerni nem boly réd. Én már akkor lehet, hogy most abba akarja hagyni. Nem tudom. Ú, de viszont az a vödő, ez nagyon gyors. Hát egy kisebb a reach, de sokkal gyorsabban. Van ilyen kisebb minigán, azt hiszem, az a minisplat link. Az ó, is rohadt jó. Megint nagyon közel voltam. Csak annak a damage-e nagyon rossz. Minden különböző YouTube gaming, a sima YouTube-tól. Attól, hogy a YouTube gaming, az kívül, hogy milyen játékkal játszom. Egy külön platform annyi, ez nem egy külön szolgáltatás, ez valami egy külön platform. Más oldal jelenti meg, de ugyanazok a dolgok. Igen. Haha, még X-Strike előtt szét csaptam Niznizét. Végre egyszer kisikerült nyílni a Zolit. Helyes. Eddig bírtam elhozni. Kétekbe gyorsan. Akarom, csak izére akarok gyűjteni. Buborékra. Á, nem. És pont összejött és nem nyomtam be, de bal vagyok. Balfa vagyok. Ez jó, az nem csúnya, balfa. Meg jobb fa. Jobb fa vagyok. Nagy közép van. Balra nyomgó, bal van. Hol van a? Ott jön valaki.
Ez az buborék. Pusztuljatok, egész csapatot kiirtottam, bakker. Ez az. Helyes, hozzad. Akkor a semmilyen nyomtam, de a... Kraken, nem baj, menjél, fessél terepet. Valaki rám ugrott. Zoli volt? Aha, Zoli. Föntről valaki rád csimpászkodott. Hoppá, és ide rondítanak? Nem. Fúj, fúj, kék, menj innen. Fúj, fúj. És egészen az egész hamar feltöltődik a buborék. Mondjuk hamar is vagy hatása. És fölvette a buborékot, rohadjon meg, nem tudom ki ez. Szerintem lőrni, biztos, hogy lőrni lesz. Meg a lőni egyszer eltállítottam magát. Az szem izébe. Super Mario kipróbáltam, de nem. Egyébként én mondtam neki, hogy találjon ki kreatív interjúterencsodásokat. Ezeket lehet használni. Hogy a Yoshi vigyen el, vagy nem tudom. Én helyes, én egyébként relatív ritmán fordul elő nálam is áll, és mennek. A Kirby-nél voltál ilyen bazmegerésem. Nem, nagyon. Az a játék az nagyon kiborító. Ami jó, lebuktuk szerintem. Én most kitaláltam egy japán... Mario 2 japnek a japán verziójának olyasmi káromkodást. Ami érgezett gombádat. Jaj, hogy Mario-s káromkodás. Pedig még ráfröccsentettem, mielőtt fölment. De ez jó, az nem volt olyan nagyon egyoldalú szerintem. Mi is egész sokáig elvittük. Ha ott igazából, ahol te elejted és benyomom a pajzsomat, akkor ott simán megint kiírtam az egész csapatot és meg lett volna. Egyébként igen. István szalon, te összedisznózta a csezelet. Amíg csak így disznókodik, akkor így nyugodtan. Milyen disznókodás megengedett? Hát tök jó, mindjárt lesz a disznóvágás, ha ennyi disznót adtatok. Na mi legyen? Rainmaker? Ha már annyira Rainmaker vagyunk? Is this private battle? 47 kérdezte, ez igen, ez egy privát. Gondolom egy angol, aki szeret a... És ez... Lörinek a csetjében gondolom. Egem. Jó, akkor hiába mondod, én nem látok semmit. Igen. Azért mondom, mert nem látok. Hát akkor úgyse tőlem kérdezi. Over control. A Totoro zenéjű Kirby, igen, igen, az, az az teljes, az nagyon kiborító játék. Rohadt nehéz irányítani. Fake. A gyurmás? A Rainbow, igen, a Rainbow Paintbrush, az kiborító. Nem aranyos. Tudom, nekem a DSS izé tetszett, ami ilyen olyasmi volt, mint a gyurmás, hogy ilyen szivárványos vonalakat kellett húzni, amin mehet a Kirby. Az nagyon bejött nálam. Én engem kiborít. Katasztrofális. Fú. Aranyos, meg a zenéje az nagyon, a zenéje az nagyon jó. Az abszolút fülmászó, meg minden. Főleg a főmenünek. De maga a játék az így nekem nehézkés szólít. Na itt vagyok. Nem tudom. Béla meg írózban Sentikám, mert sokáig várok minket. Én félek. Most kapcsolja be a cheateket, tudod? Az a sérthetetlenség. Van hit K.O. Ő a magyar MV player. Körülbelül. Jaj, pedig régen én is jó voltam, csak annyira nem játszottam vele, hát régen napi szépen születtem. Én egy gyakorlat teszél most, tehát amikor én is az elején sokat játszottam, akkor nagyon durván toltam, aztán most nem játszottam hónapokig, és meglátszik. Uh-huh. Elszakít tőle az ember. Én meg felidegesítettem magamat azon, hogy leformált. Nem, gyári visszaállítást csináltam a Wii-on. Akkor miért idegesített fel magad, ha te csináltad? Plusz pendrive, aztán elvetett az összes mentésen. Hát ez olyan. Tehát azóta nevezem magam saját magamat hülyének, tehát legalább bevallom. És egyszerűen elment a kedvem. Túl lusta voltam visszaszerezni azokat a szinteket. De aztán Norbi mondta, hogy ő csak elgyülörözik, mert ő fejlődni szeretne, aztán hülyéskedünk közben egy. És ők is benyomták a Bobit. Hát ezt hihetetlen. Még Ink Strike is jött, mi? Jó, hallottam? Ez is kapott engem. Vigyázzatok, én a három tested a toronyon. És még az értem, és már kirőttek valahogy, nem tudom, hogy inzulkával. Nem is láttam, hogy jött volna szembe az inzulka. De ez megoldott szerintem. Vagy de a cseréké közel van. Kablia. Nem. Nézd, itt. Még nem. És most? Tess.
Nem, én megyek előre szentem testem. Én azért fennmaradok, támadom. Hát már maradj is, mert valami kell vinni azt a izét. Én is rajta vagyok. Ez az, megöltem Zoli. Ez az. Vigyázz, Zsarkó. Kettőnben meg kellene fennvenni a tornyon egyszerre. Hát, az húzós. Klaptad le, nem boly. És pont okay. Elfordultam, és akkor jött mögöttem. Zizniz. Itt fog fönt lenni, itt mindig fönt ólálkodnak, vagy itt mégis fönt. Nem bírok fel menni. Fenn van a Zoli. Nem. Ah, rekedtem nyomni az instrike-ot. Hogy találtad? Bakker, mögötte Zoli mögött voltam és úgy pusztít. És Learny Bort is, hát Bort? Learny Bort? Nem baj. Export hív, aztán meg az én is tudod. Hú, de most örültem, hogy most sikerült három embert megölni és közösen nem meghalni. Úgy látszik, live-olásat után megnyitom a Photoshopot, aztán megcsinálom a Learny Bort. Learny Bort. Gyerünk, Zeki, vigyétek! Te halj meg, Zeki! Milyen? Fenn van az oltán, vagy nyűzni-zen. Nem tudom. Valaki! Ráugrottam és nem bírtam lelőni. Tudjuk-e voltam. De benyomtam a pajzsot, gyerekek! Miért nem nyomtad be a pajzsot, te? Galádi játék. Sajnálom, hogy a Splatoonból nem rendeznek olyan komoly e-sport versenyeket, itt a Cségóból, mert ezt jobban élvezném. Hát igen, szerintem is szóval ez tudom lenni. Én mondtam, hogy csináljunk egy Nintendo Championship-et, így pont. Hát akkor hozzá 8 Wii U-t és 8 játékot is. Nem kell 8 Wii U, ugyanúgy megcsinálod, mint a izébe volt, az igazi Championship-en, hogy felváltott körök vannak, és mindenki vagy leesik, vagy pontot kap, vagy ilyesmi. Hova ezt buktuk? Fújjon! Vagy nem? Nem. Utolsó pillanatban van kell. Zeki ment. Ezt belépett. Helyes. Eddig. Kicsinálták egymást. Hogyha akkor visszagurulhatnám át oranynak azért. Ez az, Zoli, kinyit fant. Nem jutottunk eddig mi valamiben hozzájuk képestők, mint itt kestők. Elijesztettem le egymást a toronyról. Pedig valakit még szét akartam procsantai. Wii U-nak van videószerkesztő szerint a PS, mindenek nincsen. Zoli, miért nincsen? De nincs is szüksége rá. Wii U-nak egy dolga van. Játékok lejátszására. Pontosan. Nem tudom, én mondjuk sosem értem ezeket az e-sport feszteket, mert olyan játékok vannak e-sportban. Jó, lehet, hogy azért nem értem, mert olyan játékok vannak e-sportban, ami engem annyira hidegen, hogy ilyen LOL, meg Dota, meg Cségó, és így... Hearthstone. Hát a mainstream játékokat nyomatják, ami a menő, és azt nyomatják, arra... aminek van annyi pénz, hogy tudjon belőle e-sportot szervezni konkrétan. Na, valaki lelépett, valaki lelépett. Nézd el. És még valaki is lelépett. Ja nem, ő lépett le. Hát akkor most megint egy... Meg akkor hát most nyerni fogunk! Leklónozom magamat, meg a Wii U-mat. És hát ha nyerünk. Csinálok egy új profilt, azt belépek. Meg mi volt? Meg most már az izé is egész kezd el sport lenni, a Rainbow Six Siege.
Az mondjuk örülök, mondjuk mert az tök jó. Igen, az tök szerintem jó. Ez legalább egyedi. Én amit szeretnék e-sportba látni, ezek az ilyen Survivor izék, mint amik az Ark-nak a Survivor, mi az a Survivor of the Fittest, vagy milyen a neve, meg a most a Calling, amit Cephiék tolnak. Hát szerintem egy olyat azében e-sportban tolni sokkal izgalmasabb. Hát túl időigényes. De azért ezeknek is van időkorlátja, ez mit tudom én. Én mindig látom a Cephiék videóit, vagy Papinak a videóit, és akkor Ark vagy Calling, és ilyen 2 vagy 3 óra, és az jó, hosszú. De a Calling-nek biztos, hogy van időkorlátja, ott olyan, hogy áborítja a pályát, a mérges gáz egy 20 perc után, úgyhogy őt mindenképp meghal a 20. percben mindenki. Csak aki utoljára életben marad, az nyer. Hogyha addig meg kinyír mindenkit, akkor szintén ő nyer. Az Ark-nak szerintem nincsen időkorlátja az Ark-os Survivor of the Fittest-nek. Az öcsém is kérdezte, hogy mikor fog Ark-ozni, és így mondtam, hogy soha az életben. Hát azt Charlie-től ne várjátok, hogy Ark-ozom, mert crafting, surviving dolog az nem az új világ. Pedig mennyire király dolog az? Nem tudtam, mi a jó. Meg ez a... alapanyagokat vadászni, meg eleve a játékban. Én nagyon imádok alapanyagokat vadászni. Utána, amikor izébe is Xenoblade-ben minden küldetés előtt mentettem, hogy miután benéztem egy ilyet, hogy oké, akkor most találd meg ezt az alapanyagot, és ilyen térképen semmit nem jelent, és akkor oké, akkor most quit. Return to title, és oké, load, és akkor ott még egyszer ezt próbáljuk meg. Mert a Linnél volt ugye olyan küldet, az első küldetés a Linnel, az volt, hogy ugye oké, odamész, oké, megcsináltad azt a küldetést, és akkor vehet olyat, hogy akkor jaj, hát mégse jó ez így, akkor kéne még javítani, és akkor lehet azt, hogy akkor oké, akkor szedjük már ezeket a dolgokat. Na, az volt a hiba, és akkor ott mondtam, hogy jó, akkor vissza. És akkor utána már rendesen mondom. Hopp, Lörni kapott egy kafán. Amúgy régen játszottam ilyesmi Survivor-os titokkal Minecraft-on. és nekem tetszett. A Survivor dolgokkal nekem sincs problémám. Az ilyen Survivor craftolós játékok, azokkal van. Nekem pont azokat kell fenni, szerintem az egyik legjobb izé. De én a Minecraftot is szeretem, azt meg tesszük fel egyszer, szóval már itt eldölt. Grafikailag tökre vér a Minecraft, a koncepció is igazából tetszik, de engem nem köt le. Miért nem ért, hogy ja, nem csak izé van surviving a Minecraftban, tehát vannak ilyen tök jó adventure mapok is, amik nekem tökre tetszettek szintén. Ahol nem kell survivorok, nem kell meg egy halandot hosszig. Igazából nincsen semmi bajom a Minecraft-tal, csak a mai magyar közösségével. Hát meg az a másik, hogy annyira fel van hype-olva, nem azon inkább, hogy a Minecraft az Isten királyjáték, és azért az... Alapból nem foglalkozok vele a mai magyar közösség. Ilyen mesteremcél, meg ilyesmi annyira hidegen hagy, mint annak a rendje. Ez egy közösség? Azt hittem, az egy bolt. Hát ez valami cég, akik üzemeltetnek egy szervet, és rájuk épül egy rakat Minecraftos dolog, ugye? És pont a Cephiék mondták, hogy erről nemrégiben valamelyik gaming channel, vagy nem tudom, valamelyik írt egy cikket, hogy mégis hogy engedheti meg a Microsoft, meg hogy támogathatja a hazai Minecraftot, amikor ez végig náluk ingyenesen letölthető az egyébként fizetős Minecraft játék. Haha, lelögdöstem őket a vízbe. Ja tényleg, Charlie Papi nagyon el van, volt álmunk, vagy milyen pró szinten tudod a Dark Souls 3-ot. Miért nézte a videót? Én beszéltem volna, csak nem mondta, hogy látta volna a videót. Én itt néztem Sirius-t, hogy ő a tutoriálból ölte 2 órán keresztül. Igen, azt abban én is belenéztem, aztán belenéztem egy másikba, amit már mítottam, arra inkább ne beszéljünk. És te Sirius szegény, de nagyon összenvedett, szóval nem tudom, hogy ő most nem, neki is így ilyen első Dark Souls élménye volt. Neki első, mondta, hát akkor mondjuk... első és életében hasonló játékot vásárolják. Hát akkor érthető. Úgyhogy azért is volt ennyire borzasztóan nehéz számára. De mondjuk én sem játszottam még Dark Souls-zal, szóval valószínűleg én is ugyanezt csinálnám, meghaltam. Ja, jobb, hogyha oda megyek. Monika megjártam. Addig járt a tudta, még el nem törtem. Learning is dead. Vaxi eltűnt, vagy csak csöndben? Vagyok, itt vagyok. Itt vagy, már olyan fura hang volt az előbb, azt hiszem, hogy valami izé. Eltűnti az ételbe. Ja, SMS mondtam, és meg akartam nézni, mi volt az. SMS!
Hát, hogy kiírta, értem, hogy sejtettem, de olyan sűrű nem kapok SMS-t, hogy érdekeljen. Hát valamelyik nagy szülő valószínűleg. Úristen, nem? Kik... Nem, azt hiszem, nekünk nincs. Alapból az egyik a probléma. Mit ő megy az? Ja, hogy magától megy vissza, én meg már... Én meg már fröcskéltem, hogy valamelyik galád megjön erre felé. Nem akarok leesni! És pont az a sárga sárga volt! És mindenki leesett! Mikor hárman fulladunk bele a vízbe. És nem is ellenfelek által, nem csak magunkkal, jó van. De mi vezettünk, ha jól látom. Egyelőre. De ők is lehetnek, ők csak kívánok, hogy így ráltak. Nem érzem magam, amire bírom. LOL! Hogy lefettem, legényben? Ebből a learnert, ugye? Learnert. De szar volt. Hopp, itt ki volt ez, Zolika? Megtaláltuk egymást. De miért esek le? Ott vagyok rajta, és tovább sőzik. Engem meg lelökjük ezzel a kutvantól. Vége, Zálló. Vége lesz. Hát Istennek. De most mi vezetünk? Hál' Istennek. Muszáj ezt azt, ezt... Hát amíg rajta vannak, addig igen. Ott kell őket gyilkolni szépen, onnan és akkor ez a vége. Ilyen hosszú rénges bödör. És nem tudtam pont fölvinni. Ajaj, ajaj, buktuk. Be hozzá. Ennyi, kész. Ez csúnya volt. De majdnem nyertünk végre egy meccset, majdnem nyertünk. Ú, bakker, és most ha nem váltatom volna modrit, akkor nyertünk volna. Mert tényleg a hatótávolsága sokkal rosszabb ennek. Tök jó, hogy nem fogy ki olyan hamar, de... Azért ez ciki, amikor két ember ellen kikapunk három. Hú, sajnálom. Akkor gyerekek, még egy meccset nyomjunk, aztán én átnyerjük a Dark Souls-ba. Legyen egy Turf War. Legyen? Turf War, jó lesz? Bloodzone legyen, mert az rég volt. Csodát? Bloodzone. Bloodzone, legyen Bloodzone. Én maradok ennél a vödörnél, még adok neki egy esélyt. Aztán... Én maradok ennél a lőfegyvernél. Aztán meglátjuk. Jól van, aki megy. Jól van, most 4-1-80. Meglátjuk, lehet egy óra, másfél óra, társzolsz, még belefér. Ma hál' Isten, nincsen Fear the Walking Dead 10-től. Az te szar volt tegnap, fú, te szar. Nézitek? Orsi nézi, ilyen kényszerből vegetálok előtte. Az olyan borzasztóan rossz sorozat lesz, hiszen nem hittem, hogy a Walking Dead alul lehet múlni, de a Fear the Walking Dead alul tudja múlni. Tényleg, ha a Walking-et nyomják folyamatosan, és fizetik az újabb évadokat, akkor ne csodálkozz, hogy a Fear the Walking Dead-nek is fizetik. De hát én azt hittem, hogy elkaszálják, annyira rossz volt. Ez vagy nekem is nézni. Olyan rossz volt, hogy muszáj az új évad. Én mostanában tévét addig nézek, mert tényleg rohadtul leköt a Charlie meg Lerni live-ja. Én hibátok. Mondjam azt, hogy engem is leköt a Charlie live-ja. Tényleg? Nem az a... Nem, hát ugye én meg nem az, azzal megy az időm, hogy csinálom őket. Neki, mert tévé az szerintem tele van csomó etetéssel. Örülj neki, jól laksz kajával. Nem, normális műsor nincs benne, ez a probléma. Én igazából, amikor tévére adom a fejem, akkor így a film pluszt végigböngész, vagy van-e valami normális film, meg a Paramount Channel szokott esetleg nagy ritkán mondjuk ilyen kínai Jackie, ilyen nagyon régi ilyen Jackie Chan filmek, vagy kínai filmek lenni. Én nem tudom, utoljára mikor néztem tévét, mindig csak ilyen horrorhoz meg Netflix, meg ilyesmi. Én már arra így nem betemedek rá, hogy azt nézzem, amit konkrétan adnak, hanem én azt, ami érdekel. Én megnézem, amit adnak és érdekel. Nyilván, hogyha olyan megy, akkor nem hagyom ott a tévét és vegetálok előtte, mint az amerikai filmek, vagy beül a fater a tévére, és akkor... Csak ha olyan van, amit tényleg érdekel. Bakker! Kírom Zsoltot levelni. Hát úrról kell menni. Gyönye! Kacsa hangokat ad ki, Zeki! Gyönye! Nálam mindig ez van, de a kedvenc kacsa hangom az a...
Pusztulj meg, nem tudom ki vagy, de pusztulj meg! Ja, és mellém lecsetek gránát! Ez az, Lurnia, mielőtt előtte van az Ink Strike-ot. Kinek van ugye? Nekem. Akkor fejtsd már be az előttünk levőt, hát kérdetlen, hogy... Hát közben fel csak dobálnak meg minden, hát Lurnivel itt küzdöttem, ne szívassál már. Azt hiszed én itt lógattam a lábamat, mi? Hát de nem tudom, hogy az előtt. Ez az Lurni, megint elkaszáltam Lurnit. És itt a másikat miért nem dizéli senki, mi? Én itt ezt foglalom, meg foglalom vissza, hogy minden, és a másikat nincs. Ti mit csináltok? Hol vagytok? A Zolkkal próbálom küzdeni, hogy visszafoglaljuk a mindent. Hát foglaljatok már vissza. Jaj, ennek sprintlőrje van. Bebeltetem. Nem bírom, egyszerűen nem bírom megölni Zolkot, telibele van négyszer, és semmi bírom nincsen. Ezek szerint tényleg cheatel. Nem értem. Mondom, ő a magyar MV player, így én mostanában szoktam vele beszélgetni többet. Tudom, aztán őt nagyon érdekli a hackelés. Mondjuk úgy. Na. Die Zoli, die. Oda küldtem egy Ink Strike-ot. Haha, Lurni! Lurnit már harmadszor ölöm meg, nem tudja visszafoglalni ezt. De elfoglalhatok már azt a másikat. Elfoglalhatjuk már. Végen? Na végre! Na végre! Végre valami, én itt küzdök folyamatosan, végre ott is van valami aladás. Azt hiszem, hogy mi nem küzdöttünk, csak egyszerűen nem bírtuk Zolkot kirobbantani innen, és nem volt senkinek. Nem láttam a harci zajokat. Ahogy az én zöldkésem van. Azt nem látom, azt meg hallom. Ez az Lurnit, szegény Lurnit, folyamatosan elpusztítom. Nagy az arcom így most egyébként a 3-2 elleni meccsbe, nem baj. Szeretnéd győzelemmel. Végre egy meccset nyerjünk már meg, érted? Vagy mondja Lurnit, hagyták. Egész végig hagytuk Lurniket nyerni, ez most az... már egy meccset nyerjünk. Ja, és megint Lurnit. Megkaptam. Opa, itt van az a másik. Az, aki nem lőrni. De most már ő sincs ott, na. De nektek messze van a fegyveretek, biztos tudjátok foglalni, király. Hát nekem van ilyen messzi látó fegyverem. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ez az. Mi győztünk, mi végre. Mi a hat zajokat látod, Charlie? Igen, én mindent látok, olyan szemem van, mindent látok. Most túl sok kávétimbot energiáit hallani, látja a hat zajokat. Én érzem az ízét. Jaj. Is, érzem az ízét is a csatakiáltásoknak. Láttam a... olyan képet, régen már rohadtul, hogy... Ott van a Red Bullnak és a kávénak a képe. Reggel Red Bullt kevertem a kávémba, és 45 perccel később az autópályán rájöttem, hogy nincs velem a kocsim. Na jó, fiúk, lányok, ennyi lett volna akkor viszont a mai Splatoon, és én átnyerkelek Dark Souls-ba, szóval ez egy ilyen 10 perc volt fog kezdődni, szerintem itt félkor, hogyha a díjas kell átdugnom mindent meg mindent, nem rosszra gondolni. Köszönöm szépen egyrészt Lurni Boynak a részvételt és csapatának, ők ezt most nem hallják, de majd ha utólag visszanézik, akkor majd hallják, illetve Zekinek és Babsinak, akik harciosan küzdöttek, és azért hagytuk, hogy nyerjenek Lurni Boynak, tudjátok. Így van, nem akartuk beégetni Lurni. Nem, egyébként az látszik, hogy szerintem se Babsi, se én nem mostanság játszunk utoljára Splatoon-nal, Lurniék meg szerintem így minden nap. Vagy legalább heti párszor. Játszanak vele. Még véletlen valamit rányomtam most. Én mit keresek én itt? Miért lerányomtam a térképen az Octomaléra? Jó, nem baj. Na, szóval ennyi lett volna a Splatoon, fiúk, lányok, köszönöm, hogy velem tartottatok, és hamarosan visszatérek akkor Dark Souls 3-mal. Ne lepődjetek meg, ha nem láttatok még Dark Souls 3 adást tőlem, nem lesz se kamera, se kommentár, nem azért, mert úgy nem tudnék koncentrálni, de egyébként úgy macerásabb is lenne nyilván, hanem úgy lehet rendesen átérezni a játéknak a hangulatát. Jaj, na jó van, akkor találkozunk egy bő 10 perc szóval. Szevasztok! Hello! Sziasztok!